Az országos premierrel egy időben Zalaegerszegen is bemutatták a Saul fia című filmet. A Cannes-i filmfesztiválon három másik elismerés mellett a zsűri nagy díját is elnyerő alkotást két hétig tekinthetik meg az érdeklődők. Elsőként a Kölcsey Ferenc gimnázium diákjai és tanárai láthatták Nemes Jeles László holokausztról szóló művét. A történet főszereplője a zsidó származású Saul, akit a nácik egy koncentrációs tábor krematóriumában dolgoztatnak. Egyik alkalommal az elégetésre váró holttestek között felfedezi saját fiát. Ekkor határozza el, hogy bármi áron, de méltó módon temeti el gyermekét. A megrázó történet a nézőket is felkavarta. A film nagyon tetszett, a történet megrázó volt, és hát felnőttként is nehéz feldolgozni, történettanárként is, hogy ez történt. Nagyon jó volt, igazából egy kicsit érzelmes volt, és így a holokausznak a szörnyűségeit emlegette fel ez a film, és igen, én is meghatottam. Mint megtudtuk, a film iránt a városban is nagy az érdeklődés. Vannak, akik már jó előre megváltották jegyeiket. Hatalmas az érdeklődés szerencsére. A fiataloktól kezdve az idősekig mindenkit megfogott ez a filmnézési lehetőség, hiszen hatalmas sajtósiker volt. Cannes-ban ugye a zsűri nagy díját hozta el a film, úgyhogy visszatérő vendégeink is jelezték az érdeklődésüket, hogy érkezni fognak, közösségi oldalakon is jeleztek emberek. Drávecz Szabolcs szerint a hétvégén több százan nézik majd meg a díjnyertes alkotást.